Igazi kupacsatát hozott a megyei első osztályú háza és az nb 2 cigánt találkozója. A rendes játékidőben kétszer is vezettek a hazaiak, de a 90 perc 3-3-as döntetlennél zárult. A hosszabbításban is előnyhöz jutott a bakta, de arra a górra is volt válasz a cigánnak. A 11-es párbajban sem hozott döntést az első kör, aztán Tóth Krisztián hárította a cigándi próbálkozást, Szabó Róbert pedig tovább a csapatát a legjobb 64 közé. Minden tiszteltem a csapaté, tehát egy nagyon-nagyon kemény mérkőzésen jó csapat ellen játszottunk, tehát csak egy mb csapat, ez látszott is. A mérkőzés nagy részében ők bétek a labdát, de hát ez is volt a tervünk, hogy próbáljuk átadni nekik a területet, és a gyors emberénk építve megpróbálunk gólokat szerezni. Ugye ez bejött, mert rúgtunk négyet, azzal nem számoltunk, hogy fogunk is kapni négyet, de végül sikerült a 11-es párbajba tovább jutnunk, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. A Nyíregyháza a 3 0 a Fehér megyei első osztályban szereplő Iváncsi otthonában. Úgy kezdtük a mérkőzést, hogy egy ilyen helyzetben lévő csapatnak kezdenie kell, egy alacsonyabb osztályban játszó csapat ellen. Harmadik percen gólt szereztünk, 8. percen gólt szereztünk, onnantól kezdve gyakorlatilag a meccs eldőlt, és tudtuk játszani a játékunkat. Nem volt túlságosan sok kétség, maga biztosan nyertünk. A másik megyebeli NB2-es csapat, a Kisvárda 2 0 ás vereséget szenvedett az NB3-as hódmezővásárhelytől, az NB3-as Nyírbátor a Pest megyei első osztályban szereplő turacsapatától csapatától kapott ki 2-1-re, a megye 1-es Balkány pedig saját pályáján maradt alul 2-1-re az NB3-as Budafokkal szemben.